Üdvözlet mindenkinek, ez a Nagy Dolgok 35. részeit az infobubble.hu weboldalon. Ezúttal Tomaszowski Lászlóval ültem le beszélgetni ismét a modern családi problémák témakörében. Mielőtt nekivágnánk, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok ezt a videót, illetve osszátok meg, hogy több emberhez eljusson az üzenet, és aki a teljes beszélgetésre kíváncsi, megtaláljátok azt weboldalunkon infobubble.hu-n. Ezzel együtt az ingázás, mint olyan, egy általános jelenség. Tehát az, hogy nagy távolság, több száz kilométert utaznak naponta a lakóhely és a munkahely között. Most az utóbbi időben, az utóbbi idő alatt most és 2-3 évtizedet, viszont már nem annyira ingáznak, főleg ha nagy a távolság, hanem gyakorlatilag bennmaradnak a nagyvárosban, és nem utazik haza ott, ahol a családjával él, tipikusan a szüleivel egyébként, hanem gyakorlatilag egy ilyen fülke méretű éjszakai szálláson húzza meg magát, ahol van egy ágy, meg egy tusoló, meg egy WC, de az egész néhány négyzetméter gyakorlatilag. Tehát arra szolgál, hogy itt ki aludja magát, és tehát reprodukálja a munkaerejét, és másnap tudjon menni dolgozni. És semmi kapcsolat egyébként, főleg nem párkapcsolat, meg szexuális kapcsolat. Hát erre ugye megint még az első szakképzésbe jártam, a 80-as évek vége, 90-es évek eleje, amikor itt robbant Magyarországon is az első ilyen elektronikus, artificiális, vagy művi, úgymond élőlény, idézőjelben, ez a Tamagotchi volt, nem tudom, te erre emlékszel. Emlékszem, igen, persze. Akkor tudod, hogy miről van szó. Ugye, tehát gyakorlatilag egy olyan elektronikus eszköz, ami szimulálja, utánozza, mint hogyha egy élőlényről van szó. Ugye bizonyos időnként meg kell etetni, meg kell itatni, el kell vinni sétálni, itt, amin akkor még vannak különböző bajai is, akkor el kell vinni állatorvoshoz. Igen. Tehát ilyen, és ha elpusztul, hát akkor Istenem, van talán bele táplálva három élete, ugye? Igen. Tehát életet kell tenni, de hogyha a harmadik is elpusztul, akkor megfelelő összegért újra lehet éleszteni, fel lehet éleszteni. És egy rendkívül fontos dolog egyébként, hogy a média, meg az ilyen eszközök azt hitetik el, azt táplálják be a gyerekek agyába, kiskoruktól kezdve, hogy az élet, mint olyan, az ismételhető, vagy legalábbis nem egy olyan dolog, ami egyedi és eseti. Van kezdete és van vége. Hanem minthogyha korlátlanul lenne folytatható, és semmi nem lenne komoly ebből fakadóan. Na, ez csak egy kis kitérő volt. Na, mert hogy ugyanez a változat először megjelent férfiaknál, ez a Tamagotchi változat, mégpedig úgy, hogy először mobiltelefonokra lehetett föltelepíteni. Aztán pedig már volt ilyen kis szerkezet, nem ilyen? így van, holografikusan meg is jeleníthető, személyisége van, sőt, ez is választható, váltogatható, de általában a férfiak ragaszkodnak az azonos személyiséghez. Mesterséges intelligencia révén megjegyzi a korábbi beszélgetéseket, azt is, hogy mi az érdeklődési köre, meg tudja ítélni a hangulatát is úgymond a gazdájának, vagy a partnerének, és ehhez illeszkedően képes interakcióra, kommunikációra. No, és körülbelül egy jó évtizede pedig megjelent ennek a női változata is. És ez egy több százmillió dolláros üzlet évente egyébként. Miért jelent ez meg? Hát mert ugye ez a szingliség, és főleg a Japánban, ahol azért még a hagyományos női férfi szerepek lívnak, és egyéb oknál fogva ugye egy 30 milliós generáció az kiszelektálódott egyébként a munkaerőpiacról, vagyis pontosabban soha nem is vett benne részt a recesszió miatt, és minden bizonyos soha nem is fog. Ez mostani? Ez most 31 néhány éves generáció, igen. És ugye statisztika megdöbbentő, a 35 év alatti japán nők 48%-a, tehát majdnem a fele a szűz. Tehát megdöbbentő, ugye? Tehát nem az, hogy nincs partnere, hanem
Soha nem is Soha nem volt. is volt. Soha nem is volt. És a gyermekvállalás, vagy a gyermekek száma, az pedig olyan mértékben esik, hogy Japán népessége az több mint 700 millióval fogy, vagy ha 700 ezerre fogy évente. Igen. Tehát valóban úgy van, hogy ha ez a tendencia így folytatódik, akkor belátható időn belül gyakorlatilag Megfeleződik. Mert most nem tudom megfeleződik, mennyi vagy most még jó, száz 120 valamennyi. millió körül van. A 100 év alatt az, ja. Igen. Ez elég Na most jelentős. ugye ez azzal is jár, és ugye ez most már Kínát is elérte, hogy egyrészt ráadásul ugye tudjuk, hogy a japánok a civilizált világban, de lehet, hogy az egész világon náluk a legnagyobb a várható élettartam. Ugye? Igen. Tehát őkének a tehát most már ott tartunk, hogy majd, hogy nem, minden második japán az nyugdíjas korú. Tehát kvázi eltartott. El is öregedik a társadalom ezáltal. Elöregedik a társadalom, de nincsenek gyerekek, ki fogja az elöregedő társadalmat, az elöregedő úgymond munkaképtelen embereket eltartani. Tehát, Hát és ez ugye mindenhol, ez mi ez kis mindenhol. probléma nálunk is, csak még annyira nem kaptak az emberek észbe, meg nem hajlandók megérteni, de Magyarország is fogy, ráadásul szerintem elég Így van. jelentős mértékben Így van. több, Hát ugye minden azt évben mondja, egy 10 000. Székesfehérvár nagyságú város gyakorlatilag eltűnik. Tehát ez Igen. magyarul azt jelenti, hogy ilyen 50-60 ezerre csökken a lélekszám. Igen, azt hiszem, hogy ez mostanában volt olyan 20 000 körül. De hát nyilván van benne egy fluktuáció, de tendenciában ezt lehet mondani. Igen, nagyon, nagyon És durva az egész, hogy de igen, és nem. hát bocsánat, azért is nem nyilvánul ez meg ilyen direkt módon, hogy ez így fogyna, mert hogy közben van azért immigráció is. És itt most nem csak a úgymond a migránsokra gondolok, tehát itt a Persze, Mexikánból értem. beözönlőkre, hanem úgymond a legalizáltakra is, meg a de hát szemmel látható, hát nekem semmi bajom nincs velük, tehát félreértés ne essék, nem a rasszizmus Persze. beszélőben, de hát elég, ha csak szétnézünk sétálva az utcán, hogy például mennyi ázsiai származású embert látunk. Hogy ne Pesten főleg, gondolom én. Most hogy kérdezze már még azt meg, hogy említetted azt, hogy azáltal, hogy a gyerek elmegy iskolába, illetve az intézményrendszerbe, azáltal a családon belüli kapcsolat az erodálódik. Igen. Mire gondolsz? Hát ez, Milyen folyamat során, vagy hogyan? hát gondoljunk arra a részére, hogy ugye a klasszikus generális nagycsalád modellben adott esetben még az iskola sem volt kötelező. Tehát a kötelező iskoláztatás az nem egy olyan nagyon régi képződmény. Ha van, ahol akár Európában is mondjuk 120 évre vezethető vissza. 1900-as évek elején vezették be, például Franciaországban. Igen. Osztrák-Magyar monarchiában korábban, ugye Mária Terézia által került be négy elemi révén, de akkor se vették ezt annyira komolyan, mint manapság. Tehát gondoljunk csak akár a Móricz Zsigmond Dárvácska című regényére, ugye, ahol nem járt egyáltalán a múlszúdön keresztül, ugye többek között azért vették el a nevelőszüleitől, vagy ahova kihelyezték. Tehát tehát ez nem volt egy általános dolog, és ráadásul akkor is 6-7 éves korban indult. Tehát addig gyakorlatilag a család, illetve hát leginkább ugye az anyja mellett volt a gyerek. Miért fontos ez? Hát ugye beszéltünk a múltkorról az imprinting folyamat, ugye erről a bevésődésről, ami a minden tartós kötődésnek az alapja, és ami mintája és a modellje. És Igen. ugye egy gyerek minél fiatalabb életkorú, annál inkább szivacsszerű az agya. És amit akkor megtapasztal, az gyakorlatilag, mint az epromba, beég. Tehát, hogy egy olyan keretet biztosít, vagy hoz létre, ami a későbbiek vonatkozásában is rendkívül lényeges. Tehát, ugye múlt alkalommal beszéltünk ugye erről a korai imprinting fázisról, ugye a szülő és a újszülött közötti kölcsönös imprintálódásról, tehát hogy kialakul közöttük egy kötődési minta.
mert hogy ezek a korai kötődési minták lesznek az összes későbbi kapcsolatainknak az a modelljei és az alapjai. Most, hogyha ez szétverődik, ha ez nem alakul ki vagy sérül, akkor következésképpen a későbbi kötődések is sérülni fognak, mert hogy erre mintázódnak majd rá. Nem tudom, válaszoltam-e a kérdésedre. Hogy nem, abszolút, ez van, létezik ez a dolog, hogy formációs periódus, én jól emlékszem erre. Igen, igen, ez a kritikus időszak, Mi az? vagy imprinting időszak, ugye, tehát, hogy Melyik az az életkor? nagyon jó a kérdés, már megint, attól függ, miről van szó. Tehát, hogyha most például kötődésről beszélünk, akkor ugye beszéltünk a múltkor erről, hogy a világra jövetelt követő fél óra, egy óra az egy kritikus időszak. A kötődés, a személyre vonatkozó, személy iránti kötődés vonatkozásában. De hasonló kritikus időszakok leírhatók más, akár kognitív jellegű dolgokban is. Mondok egy nagyon egyszerű példát. Tehát, hogyha ugye erről szólnak a vad gyerekeknek a történetei, ugye elég sok van, meg is jelent erről, mit tudom én, 10 éve nagyobb is egy könyv, és a szerzője nem jött eszembe, de utána nézhetek, hogyha fontos, ami gyakorlatilag ezeket az eseteket dolgozza fel. Tehát olyan gyerekeket, akik emberi környezet nélkül, annak hiányában nőttek. Ez tipikus erre a Mowgli Igen. történetek, ugye? Tehát, hogy bár azt gondolnánk, hogy hát az régen volt, meg stb. Megdöbbentő módon a metropoliszokban is előfordulnak ilyen. Tehát a Moszkvában leírják például a moszkvai kutyafiút, akit több mint 5 éves volt, hogy a pontos életkorát nem lehet tudni, amikor elfogták, és egy kutyafalka védte, és a gettókban a kukák fosztogatásából éltek. Na most mi a lényeg ezeknek? Hogy nem tudnak beszélni, ugye? Hát Igen. nyilván, hogyha nem hallanak emberi szót, akkor semmi lehetőség az utánzásra, viszont kiválóan imitálják az őket körbevevő, őket felnevelő állatokat. Vinnyogásba, makogásba, mozgásba, vicsorgásba, stb. Stb. Megtanulja azt a Így van. Így van. Így hangtartományt, van. meg Meg állományt. magatartásmódot is. Tehát Durva. akár a vicsorgástól kezdve minden egyet. Most ugye az a megdöbbentő ezekben, hogyha 5 éves kor felett fogják el őket, és kerülnek emberi környezetbe, akkor azt lehet mondani, hogy soha az életben nem tanulnak megbeszélni. Miért? Ez tényleg Mert így van? ez tényleg így van. Ez tényleg így van. Az nem azt jelenti, hogy egy-két szót ne tanulnának meg. Ugye François Truffaut is rendezett erről egy filmet, a Viktor a vadgyermek az a címe, nem tudom, ez Nem mondja neked ismerem. valamit. Ezt a Viktort a francia Aveyroni, azt hiszem Aveyroni erdőbe fogták be vadászok, nagy nehezen, mert többször megszökött, meg hiába üldözték, nem sikerült elkapni. Majd pedig egy izár nevű orvosnak odaadták, hogy na akkor hát úgymond faragjon belőle civilizált embert. És Igen. hát ez is egy érdekes dolog, hogy ezek a gyerekek, amikor emberi környezetbe kerülnek, ugye a vadállati környezetből, vagy az őserdei környezetből, a nagy részük az nem is éri túl az emberek közelségét. Szóval nem Mondanám tud azt. beszélni, és Nem nem tud is fog beszélni, tudni de egy-két beilleszkedni. szót képes megtanulni. Például ez a Viktor, nem véletlenül hoztam fel, például megtanulta azt a szót, hogy víz. De azt mondjuk nem olyan borzasztó, mert ez franciául is körülbelül ilyen hosszú ló. Ugye? Tehát kb. Ennyi. És a bólogatást meg időnként az igent. De kommunikálni tudott? Így, ilyen módon. Aha. Tehát például, ha kérdeztek tőle valamit, főleg olyat, ami eldöntendő volt, és igennel lehet-e arra válaszolni, tehát, hogy menjünk-e sétálni, akkor arra válaszolt, hogy igen. De ez nagyon jellegzetes dolog, hogy például, akik még meg is tanulnak valamennyire beszélni, és a lányok, lányok, tehát a Persze. befogott lányok, azok könnyebben megtanulnak, mint a fiúk. A fiúk általában semennyire, vagy egy-két szó, és itt vége. De soha nem kérdeznek. Soha nem tesznek fel kérdést. Akkor nem Tehát is tud ez gondolkodni lényegében úgy, mint egy ember. lehet mondani, igen. És akkor Ez lehet azt is hihetetlen mondani, ha egy számomra. kicsit tovább megyünk, akkor mondhatjuk azt is, hogy tán az ember lényege az az, hogy kérdez. Ugye? Hát, hogy kérdéseket tesz fel.
Meg akkor látjuk, hogy a beszédnek milyen fontos szerepe van Hát egyáltalán így van, így a van. Hát ugye a beszéd kommunikáció. a legszimbolikusabb tevékenység. Való igaz. És hát ugye ez még nyilván a gondolkodásnak a megnyilvánulása is, illetve hát facilitálja magát a gondolkodásnak a kognitív folyamatokat. És akkor hogy élnek ezek a gyerekek? Szóval az a néhány történetben. Most hol van valami Na intézményben? hát, nagy... jó a kérdés, Fevegye. Attól függ, hogy melyik esetről van szó, de mondok egy általános. Tehát általában nagyon rövid ideig élnek a befogásuk után, befogásukat követően. Nem tanulnak meg, ugye, mint ahogy mondtam, beszélni. Van, aki a legalapvetőbb kommunikációra is képtelen. De Igen. amelyik például hoztam a a moszkvai kutyagyerekkel, hasonló dolgot leírnak szibériai faluban, ahol egy alkoholista férfi és nő, ahol ráadásul az egyik még elmebeteg is volt, tehát kezelt skizofrén volt, a gyereküket, azt pedig mínusz 20 fok volt éjszakánként, és akkor még az közepes hidegnek volt mondható, a 2,5 éves, tehát nem is volt még 3 éves a gyerek, azt kidobták. Kidobták. Egy falusi tanyáról, vagy egy tanyáról van szó tulajdonképpen, tehát még arra sem volt lehetőség, hogy a szomszédok észrevették volna, vagy szomszédokhoz átment volna. Hát mit csinált a szerencsétlen gyerek? Hát ugye fázott, stb. Bebújt a kutyaházba, a kutyaholba, Igen. ahol a kutyák tartották életben. Tehát azok melegítették, a kutyák kajáját ette, és így tovább. Hát nyilvánvaló módon a kutya kommunikációja, a morgás, az ugatás, a vicsorgás, ez Megtanultam. tökéletes kifejlődött nála. Szóval, hogy mi lesz velük? Hát általában intézetbe kerülnek egyébként, ahol gyakorlatilag úgy tengetik az életüket, mint egy nagyon súlyos mentális zavarral küszködő. És nem nagyon lehet őket úgymond szocializálni, hát beszélni sem. Persze. Hát még ugye Izár is leírja, ugye, akiről a Truffaut rendezte ezt a filmet, Viktor Avagy gyermek címmel, hogy évekig tartó küzdelem volt az is, hogy például a ruhát megtűrje magán, ne tépje le magáról. Vagy az, hogy megtanuljon evőeszközzel, meg pohárból inni. Tehát ilyen alap dolgok, ugye, amit akár egy kis csoportos óvodás már kiválóan tud, vagy evőeszközt használni, vagy egyáltalán. Tehát miért mondtam el ezt az egészet, hogy miért került ez szóba? Hát azért, mert hogy úgy tűnik, hogy a kognitív képességek vonatkozásában is, különösen a beszéd vonatkozásában is van egy ilyen időablak. Tehát ugye Chomsky ezt úgy fogalmazza meg, hogy ezt úgy kell elképzelni, mint fiókokat. És van egy időszak, amikor ez a fiók kinyílik, amikor bele lehet pakolni azt, amit akarunk, aztán ez a fiók visszamegy. Amit belepakoltunk, az ott lesz, tehát kutyamorgás, vicsorgás, ugatás, stb. De ahol abban nincs emberi kommunikáció belerakva, mivel az a fiók, mint időablak, periódus Bezárul. lezár, folyamatként bezáródik, akkor innentől kezdve már nem nyitható. Akkor ennek Feszegethető. súlyos következményei Hát vannak, így van. nem csak arra nézvést, hogy a család mennyire fontos, hanem arra is, ami folyamatok mennek a társadalomban a kommunikációt, illetően, hogy térünk vissza egy ilyen jel, meg kép alapú kommunikációra a szó helyett, Igen. hiszen primitívebb lesz az ember gondolkodása Igen, igen, ezáltal. igen. Igen, nagyon jó, hogy ezt megjegyezted, mert hogy ugye manapság az az általános, szemben a korábbival, ugye, amikor a szülő mondjuk lefekvés előtt a kisgyereknek mesélt. Ugye, mesélt. Hogyne, hogyne. Most ehhez képest ugye az történik, hogy itt a telefon, Néz valami mesét. előkeresi neki a mesét, így van, nézi, hallgatja, és akkor a szülő azt mondja, na, ha megnézted, kapcsold le, és jó éjszakát. Vagy elolvashatná magának a gyerek, ha Vagy tud majd hát ha tud olvasni. olvasni, de hát ha már abban a korban, akkor persze.
Na most ehhez képest ez vált általánossá, és miért káros ez? Hát leginkább azért, mert egyrészt készen kapja vizuálisan, Hogy ne? ugye nem a szülő hangjával mondja, mert az is jobb lenne, hogyha csak szóban van, és nem látja, mert ha szóban hangzik el, akkor neki abból képet kell csinálnia. Tehát belső, mentálisan meg kell munkálnia. Igen. Azt, amit akusztikus csatornán hall, abból azt vizualizálnia kell. Ez Persze. egyik. A másik, hogy ugye, ha a klasszikus meseolvasási vagy mesehallgatási dolgot veszük alapul, akkor ugye minden gyereknek van kedvenc meséje, amit már jobban tud, ha a szülő így mesél neki a klasszikus módon, már jobban tud, mint a szülő, hogy azt is észreveszi, Persze, ezt én is vagy, találkoztam. ugye? Na most ez abból a szempontból is fontos az ismétlődés vonatkozásában. És nem csak azért, mert a mese ismétlődik, hanem hogy a szülő is ismétlődik, és ráadásul a szülő sem mondja el mindig ugyanúgy, csak egymáshoz hasonlóan, vagyis a belső szülőkép a változtatásokkal, változásokkal együtt egy konstans lényeggé tud kristályosodni, vagy nem tudom, milyen szót használok Értem. rá. A történeteken Hát, át a formálódik, hogy hogyan látja a szülőt így van, valami így is. van. És hát ugye múltkor beszéltünk erről is, hogy ugye ezek a korai kötődési mintázatok, ugye beszéltünk itt a Harlow-féle anyadeprivációról, meg a Brunés-Spitz-féle hospitalizációról, ugye ezeknek mind-mind az a hosszú távú következménye, és a legmarkánsabban ebben nyilvánul, meg túl azon, hogy már a hospitalizált körülmények között, tehát a intézeti körülmények között felnövekvő gyerekeknél is magasabb a betegségek, sőt, az elhalálozásoknak is az aránya. Plusz a kognitív elmaradás, leginkább a beszédben észlelhető elmaradás, és ami markánsan visszaköszön, és leglátványosabb és legnyilvánvalóbb majd a fiatal felnőtt korban lesz, az a kapcsolatok, az emberi kapcsolatok kialakításának, főleg a megtartásának a képesség hiánya. Mert általában ugye ezek a gyerekek szociábilisek többnyire, ami azt jelenti, hogy keresik másoknak a társaságát, és jól el is vannak látszólag, de képtelenek a kapcsolat megtartására. Ez abszolút megfigyelhető szerintem ma a társadalomban, különösen Össztársadalmilag a igen. fiatalabb generációkon, a Igen. párkapcsolatokban, meg hogy szinte van egy rétege a fiataloknak, aki majdhogy nem csak tudat alatt arra törekszik, hogy lerombolja a kapcsolatokat, amiket oly nehezen megtalál egymással. És ez akkor visszamegy ide, hogy nem tudja, hogy hogy kell egyáltalán viselkedni abban, vagy ehhez van szokva, vagy nem tudom. Így van, így van. Hát ugye meg nem is látnak mintát maguk előtt, ugye, tehát visszatérve arra, amit kérdezte, hogy miért fontos ez, hogy intakt legyen a család, tehát hogy legyen Igen, hogy apa, egyben legyen. anya, és hogy hát például azért, mert hogy ha intakt a család, akkor azt is pontosan ellesi, nem tudatosan, főleg tudattalan dolgok vonatkozásában, hogy hogyan kell megtartani az emberi kapcsolatot. Igen. Hogyan kell reagálni arra, hogyha mondjuk az egyik fél ideges, mert nem tudom, hülye volt a főnöke, akkor azt hogyan kell kezelni? Nem úgy, hogy akkor a falhoz vágom a tányért, jó esetben, ugye, hanem egy ilyen, hogy szokták ez, egy ilyen kommunikációs interakció, ami a reciprocitást is, a reciprok szerepeket is feltételezi, és azt, hogy bizonyos helyzetekre legyen modell, hogy hogyan kell reagálni. Na most, hogyha nincs modell, akkor mi alapján tudjon reagálni? Ugye? Tehát, hogyha ez kimarad, és hát ugye férfi-nő viszony, az ha akarjuk, ha nem, de az alapvetően mégis konfliktusokkal terhelt, tehát ez Persze. hozzátart. Egy immanens. Az a kérdés, hogy ezt hogyan kezeljük? Ugye? Tehát mit kezdünk vele? Ilyen mostani Világos. mint az, hogy hát dobjuk el, majd jön a másik, aztán az hát, ha jobb lesz, vagy nem tudom, Ez de érdekes ez a alapvetően gondolkodásmód egyébként, ez, hogy csak, de hát ez így vagyunk szocializálva a kapcsolat terén, hogyha ez nem működik, megyek tovább, és próbálok találni egy másikat, amelyik működik, csak a maga az elgondolás közben nyilván nincs meg ez az emberben, hogy miért
lenne a következő más, hogyha én nem változok meg, Igen, hisz igen. úgy is fogok találni valamit abban a másik emberben, ami problematikus. Jó, következő, ami érdekelne, az beszéltél arról, hogy a szingliségnek van egy speciális, egy különleges nyilván hatása az emberre. Ha esetleg azt fel tud bármit azzal kapcsolatban, hogy ez a kultúra, vagy hogy az ember így egyedülálló, és akkor úgy él, hogy ez milyen hatással van az emberre, vagy a társadalomra. Na, akkor, hogy mondjak egy új dolgot, talán erről még nem volt szó. Hát, van ennek most már 40 éve biztos. Megjelent egy könyv, magyarul is. Talán beszéltünk róla, ez Christopher Lashnak a Önimádat Társadalma című munkája, Lehet talán. ami ugye The Society of Narcissism névre hallgat. Azért mondom az eredeti címét is, mert ugye milyen divat lett manapság, nem tudom, te ezt mennyire észleled, vagy tapasztalod, Abszolút. a narcisztikus személyiség zavar, és most már mindenki narcisztikus, ugye? Ja, ezt észrevettem én is. Mindenkire rásütik. Ugye ez egy ilyen divat kategória lett, amivel aztán nagyon jó, meg könnyű védekezni, mert a másikra rá lehet sütni, és akkor innentől kezdve már Amit felteszem a pont kezem. egyébként a narcisztikus csinálna, Hát így hogyha... van, így van. Így van. Tehát ez egy ilyen önfelmentés, vagy önigazolás Persze. vetülete is van. Hát nyilván ezt talán nem észlelik, hogy nem veszik észre azok, akik ezzel dobálóznak, és gyakorlatilag ettől pröcsköl bizonyos, akár közösségi média is, főleg a nők szájából, ugye? Abszolút, Különösen abszolút. a nők szájából. És egyébként, bocsánat, de szerintem a nőket ez sokkal nagyobb százalékban érinti manapság, Igen, mint ezt igen. csak egyszerűen nem lehet nem észrevenni. Igen. Tehát nem véletlenül, ugye, tehát a B-klaszter, vagy DSM, tehát amerikai betegségosztályos rendszerben vannak osztályozva a személyiségzavarok, és ezek klaszterekben, tehát csoportokban vannak Igen. sorolva, és a narcisztikus személyiségzavar az a B-klaszterbe tartozik, aminek a összefoglaló neve az, hogy teátrális vagy dramatikus személyiségzavarok. Igen. Na most ez a vetülete a dolognak, ugye ez pedig, van erre is rengeteg mondás, ez pedig alapvetően női vonás, vagy női Persze. dolog, tehát ez a csillogása, tehát amiről te is beszéltél, hogy a smink pszichológiája, ugye, tehát amikor Volt egy ilyen. akartak egy szerepet kell eljátszani, és egy olyat mutatni, ami egyébként nem vagyok. Hogyne? Ugye, tehát, hogy egy maszkot kell úgymond hordani, tudva arról, hogy az egy maszk, ugye, És tehát ez megy ráadásul non-stop náluk, ja? így van, tehát, hogy ő is tudja. És hát most visszatérve erre a könyvre, ugye ez a könyv leírja azt a társadalmi jelenséget, ahol ez az önimádat és a első számú kiemelt ember megjelenik, az pedig nem más, mint az én. Igen. Mert hogy az egész világ az azért van, hogy az én jólétemet szolgálja. Mert nekem az jár. Ugye, a reklámokat érdemes megfigyelni, mert olyan pontosan visszatükrözik a társadalom állapotát. Ugye, ismerjük ezt a reklámot, hogy Ez már mikor? Már 30 éve L'Oréal, ment az de a... megérdemlem, ugye? Mert az nekem jár. Hát az Pontosan. nekem Én nekem ezen akkor is törvény. furcsa volt az az elgondolás, még Hát, akkor is. ugye? No, és hát, Mert hogy ezt megérdemlem. mondja Lass erre vonatkozóan, hogy ráadásul ugye az emberi szerepek, ugye amiről beszéltél, hogy a férfiak lát, ugye más kontextusban, hogy volt először, hogy a feminizmus ugye azt mondja, hogy nem kell, a nőnek semmi szüksége nincs a férfira, de hogy mégis az élet lényegéhez tartozó, különösen nehéz fizikai munkát, vagy nehogy Isten, még kreativitást, vagy olyan kognitív képességet igénylő tevékenységek, amelyekre a férfiak gyárilag, ugye genetikusan jobban alkalmasak és képesek. Tehát ugye emiatt szüksége van a nőknek a férfiakra. Igen ám, csak a dolognak ugye a másik oldala, amire utaltam, hogy nem a férfiakra, hanem arra a szolgáltatóiparra van szükség, amit viszont férfiak működtetnek. Igen. Tehát most miért fontos ez? Hát azért, mert hogy a kapcsolati erodálásban a fogyasztói társadalom óriási szerepet játszott, például azzal, hogy megjelentek a félkész meg a kész élelmiszerek.
Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahoo útja összes felületén, az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, remélem hasznosnak találtátok ezt a videót, hamarosan találkozunk, addig is minden jót, és halleluja! Felhívnám mindenkinek a figyelmét arra, hogy a közösségi média oldalakon élvezett relatív szabadság eltűnőben van. Ez az oka annak részben, hogy átköltöztünk weboldalunkra. Megkérek mindenkit arra, hogy látogasson el oda, és támogassa munkánkat, mert az azt jelenti, hogy több tartalmat tudunk készíteni, szélesebb körben, jobb minőségben. Szóval mindenki profitál ebből, nem csak mi. Ráadásul valamelyest függetleníteni tudjuk magunkat attól a cenzúrától, ami a közösségi média oldalakon megfigyelhető. Köszönöm!